Harry herceg és Meghan Markle esküvőjének küszöbén tekintsünk vissza az ifjú herceg különleges életére. Harrynek se volt könnyű, ő is megjárta a maga poklát. Kiskorában a média úgy figyelte a család életét, mint egy szappanoperát. Különös és furcsa gyerekkoruk lehetett. Ez a történet Harry életéről szól, melyet az elmúlt 4 évtizedben örömteli és tragikus királyi események alakítottak. A hatalmas romantika, amit az emberek láttak, nem a valóságot tükrözte. Megrendítő pillanat volt, amikor a borítékon megláttad a mami szót. A nő, akit édesanyád gyűlölt, hirtelen a mostoha anyád lett. Harry aznap segített Vilmosnak túlélni azt a napot, ez kétségtelen. Most itt az alkalom, hogy Vilmos viszonozza ezt. Azok mesélnek, akik a legjobban ismerik. Nagy Kópé, igazi mókamester, ebben kicsit hasonlít az édesanyjára. Emlékszem, bejöttek a konyhába, én pedig meg sem tudtam szólalni. És végigkövetjük Harry átalakulását, hogyan lett a kamaszkori suhancból. Oda jött a mikrofonom elé, előrehajolt és megpuszilt. Azon agyaltam, hogy ezt meg most miért csinálta. Egy modern kor modern hercege. Ő a brit monarchia zsebében megbújó ékkő. Az, ahogy ő éli az életét, megváltoztatta a királyi család megítélését. Elfogadta, hogy nem kerülheti el a nyilvánosságot. A nyilvánosságnak olyan részéhez is elért, ahová Károly és Vilmos herceg soha. Ő egy igazi Heineken herceg. Ez Harry herceg története. Harry megfordult és azt mondta, nem én leszek a király, hanem Vilmos. Én azt csinálok, amit akarok. Ekkor úgy 4-5 éves lehetett. Vagyis pontosan tudta, kik ők és mi a sorsuk. Harry herceg és a 4 királyi esküvő. Új fejezet kezdődik a királyi család történetben. 34 évvel korábban ugyanebben a londoni kórházban született Harry herceg. Harry herceg 2:30-kor túr volt élete első nyilvános szereplésén. A szülei csak Harrynek szólítják. Amikor meghallottam a nevét, annyira nem tetszett, de aztán elismételtem vagy 20-szor, és kezdtem megszokni. Attól a naptól kezdve Harry élete a média előtt zajlott. A paloták és kiváltságok királyi fényűzésében. Pont ezért édesanyja mindent megtett, hogy ő és a bátyja minél megszokottabb életet élhessenek. Ha egy királyi palotában élő család életében lehet hétköznapiság, akkor náluk ez megvolt. Vilmos és Harry bátran keveredhetett a komornyikokkal, séfekkel, sofőrökkel, takarítónőkkel, mindenkivel. És ez teljesen rendben is volt így. Diana soha nem akarta, hogy Vilmos és Harry a hagyományos módon nőjön fel, hogy nevelőnők és dadák neveljék. Ő akarta nevelni a gyerekeit. Diana volt az első a királyi családban, aki maga vitte iskolába a gyerekeit. Nem csak a nyílt napokon, hanem minden nap. A maga módján így próbált kitörni a királyi tradíciókból. Harry ilyenkor találkozott először a sajtó várakozó képviselőivel. A fotósok, hogy valami reakciót érjenek el nála, kinyújtották rá a nyelvüket. A 4 éves kisfiú pedig utánozta őket, és ő is kinyújtotta a nyelvét. Teljesen érthető, ő ezt viccesnek találta. A rosszalkodás otthon is nyilvánvalóvá vált. Harry 4 éves volt, amikor munkába álltam, és főzni kezdtem a családra. És 15, amikor eljöttem onnan. Élénk emlékeim vannak a Kensington palota konyhájában eltöltött időkről. Emlékszem, gyors és fürge gyermeklépteket hallottam, ahogy Harry leszáguldott a lépcsőn, és berohant a konyhába. Többször is megpróbált meglógni a nevelői elől. Berontott, és azt mondta, segíts, el kell bújnom! Volt néhány alsó szekrény, ahová Harry gyorsan bebújt és magára zárta az ajtót. És közben soha nem hagyta abba a kacarászást. Nagy Kópé volt, igazi mókamester. Ebben kicsit hasonlít az édesanyjára. Diana rengeteget játszott a gyerekeivel. Folyton 4 kézláb mászkált utánuk, a hátán lovagoltak, vagy épp csiklandozta őket. Csodálatos időszak volt.
Egyszer fürdeni akartam, de még bementem az irodába. Mikor visszatértem a fürdőbe, láttam, hogy minden csupa piros. Nem tudtam, mi lehet. Kiderült, hogy Harry meglátta, hogy fürdeni akarok, lement a konyhába, és megkérdezte a séfeket, hogy van-e valami, amit beletehet a fürdővízbe. Adtak neki egy nagy adag piros ételfestéket, és az utolsó cseppig a vízembe öntötte. Ekkor lejött az anyja, és kiderült, mit művelt a kis rosszaság. Nagyon mókás volt. Emlékszem a Highgrove-ban töltött hétvégékre. Ott aztán hatalmas volt a csetepaté. Károly herceg és a fiúk nagyon élvezték, amikor párna csatáztak. Ezek jó hangulatú csetepaték voltak. A legjobb szándék ellenére sem volt rá sok esély, hogy a fiúk átlagos körülmények között nőjenek fel. Emlékszem egy kirándulásra Vilmossal és Harryvel. A fiúk vitáztak. A dadak közöttük ült, Diana vezetett, és rájuk szólt, hogy hallgassanak el. Erre Harry megfordult, és közölte, hogy nem ő lesz a király, hanem Vilmos. Ezért ő azt csinál, amit akar. Alig 4-5 éves lehetett, és pontosan tudta, kik ők, és hogy mi a sorsuk. A sorsuk már akkor megpecsételődött, amikor Károly és Diana a világ kíváncsi tekintete előtt 1981-ben összeházasodott a Szentpál székesegyházban. Az egész világ őket figyelte. Közel 750 millió ember. Ez volt a világon a legnagyobb televíziós esemény. A lelkes tömegnek fogalma sem volt róla, hogy az, amit látnak, konvenciókon és nem szerelmen alapuló házasság. Ez volt a régi típusú királyi házasságok utolsó sóhaja. A mennyasszonyt szó szerint úgy választották ki, mint egy tenyészkancát, rátermettsége alapján. És nem pedig azért, mert bármi igazi kapcsolat lenne a két ember között. De a nemzet számára a királyi ünnepség épp a megfelelő időben jött. 1981 egy hosszú, elhúzódó válság végét jelentette Nagy-Britanniában. Volt itt minden, sztrájkok, áramszünet, a növekvő munkanélküliség. Az emberek az utcán verekedtek, és a futballlelátókon kitört az erőszak. Egyik incidens jött a másik után. Ezért aztán a királyi esküvő úgy hatott, mintha megtörte volna ezt a sort. Ez jó, nagyszerű, nem igaz? Mindenki jobb kedvre derült tőle. Mindannyian hinni akartunk a mesében. Emlékszem, még kislány voltam, amikor Halloweenben néztem az esküvőt a tévében. Ez volt a legvarázslatosabb, amit valaha láttam. Az ország elvárásainak súlyával a vállán Diana, az ismeretlen óvónő, egy csapásra bálvány lett az egész világon. A szerelmi viszonynak ez volt a kezdete. A nyilvános mosolyoktól távol, otthon, hamar megjelentek a problémák, melyeknek a családi élet látta kárát. Károly és Diana kapcsolatát nagyban megnehezítette a tény, hogy Diana egyfajta megasztárra nőtte ki magát. Mindenki oda volt érte. Károly ezt nehezen kezelte. Én vagyok a trónörökös, a leendő király, mégis Diana kap minden figyelmet. Diana népszerűségével együtt nőtt a szakadék a házasságukban. A nyilvánosság előtt egy lendületes kettőst alkottak. De a magánéletük keserűen boldogtalan volt. Emlékszem, a kapcsolatuk úgy hullott szét, mint egy lassított felvétel. És az egésznek a középpontjában két kisfiú állt. Csak elképzelni lehet, hogy mind mentek ők keresztül. Különös és furcsa gyerekkoruk lehetett. Diana nagyon ügyesen elrejtette ezt a gyerekei elől, mivel ez nem csak róla szólt, hanem arról, hogyan hat ez a gyerekekre. És ez nagyon szomorú. De a házaspár örökké nem rejtegethette a boldogtalanságot. A Buckingham palota sajnálattal tudatja, hogy a Walesi herceg és hercegné úgy döntött, elválnak. 1992. december 9-én hivatalosan is kimondták a válást. Vilmos 10 éves volt, Harry 8. A szülei válása Harryre is hatással volt. Mint minden gyerek, ő is azt szerette volna, ha a szülei együtt maradnak. A gyerekek nagyon sokszor a két harcoló fél között ragadnak.
És ezek az érzelmek sokszor áldozatot követelnek a gyerektől, ami viszont nem látszik meg azonnal. A válás egy nehéz év végét jelentette az egész monarchia számára. Azt kell mondjuk, ez egy szörnyű év volt. Az év András és Fergie válásával indult, majd még ebben az évben Anna hercegnő és Mark Phillips is elvált. Végül pedig tűz ütött ki a Windsori kastélyban. Ez így már sok volt. Minden családban vannak problémák, és a királyi család is krízist élt át. Úgy tűnt, széthullanak a kerekek. A West családban dúló háború és a köztük lévő keserűség a monarchia hangulatát is meghatározta a 90-es évek elején. A média úgy kezelte a családot, mintha szappanoperát néznének, és mi is elhittük, hogy egy tévésorozatot nézünk. Közben teljesen megfeledkeztünk róla, hogy igazi emberekről van szó, igazi érzésekkel, igazi életekről. A számos interjú után, amit adtak, és a rengeteg negatív történet után, amelyek rossz fényt vetettek nem csak rájuk, hanem a monarchiára is, a királynő közbelépett. Arra kérte őket, vessenek véget a viszálynak, és zárják le a válást. 1996. augusztus 28-án a királynő kívánsága teljesült. Károly volt az első örökös a trón történetében, aki elvált. De volt egy még inkább meghatározó esemény, amely megváltoztatta Harry életét. Hivatalosan is megerősítették, hogy Diana Velszi hercegné egy autóbalesetben elhunyt Párizsban, a társaságában utazó Dodi Fayette-del együtt. Augusztus 31-én Harry herceg és a bátyja Vilmos az apjukkal együtt nyaralt Skóciában. A tragédia pillanatában mindannyian mélyen aludtak. Az édesanyjuk Diana egy autóbalesetben vesztette életét Párizsban. Károly herceg teljesen kétségbe esett. Bement a fiúk szobájába, és minden rádiót, tévét, mindent kipakoltatott tőlük, nehogy mástól tudják meg a tragédia hírét. Aznap reggel nem engedte őket a hírek közelébe. Károly egy gondoskodó férfi, nagyon is az, és mindent megtenne, amit csak tud, hogy megvédje a fiúkat. A két fiú egyedül küzdött a bánatával a skót kastély Balmoral zárt ajtaja mögött. De 500 mérfölddel arrébb Londonban a nemzet olyan érzelmi megnyilvánulást tett, amire addig még nem volt példa. Mindenki eljött, hogy kifejezze fájdalmát és nagyra becsülését Diana iránt. Én is a Kensington palotába mentem, és virágot helyeztem el a kapunál, hogy lerújjam a tiszteletemet. Diana sokat jelentett számomra, és igen, bevallom, sírtam. Miközben a nép nyíltan gyászolta Diana-t, ott lógott a levegőben az elvárás, hogy a királyi család térjen vissza Londonba. A királynő a Balmoral palotában akart maradni, mert mindenképpen védeni akarta a fiúkat. Eltelt egy hét, és egyértelmű lett, hogy a királynő bezárkózott, nem nyilatkozik, nem reagál a dologra, és ez így ment egy darabig. Az embereknek kellett valaki, akit hibáztathattak, mert teljesen lesújtotta őket Diana hercegné elvesztése. Szinte fel sem fogták a halálát, nem értették, hogyan történhetett. Diana halála után irtózatos harag söpört végig az embereken, a királyi családdal szemben. A királyi család népszerűsége soha nem látott mélypontot ért el. Ma már hihetetlen visszanézni, és azt látni, hogy a hűséges királypárti újságok is azt kérték, hogy a királynő jöjjön vissza Londonba, törődjön az emberekkel, mert most nagyon magukra maradtak. Ebbe a vákumba lépett be a frissen megválasztott új miniszterelnök. A nép hercegnője volt, és az is marad. Így él tovább a szívünkben, és így marad meg örökre az emlékezetünkben.
Tony Blair hatalmas figyelmet kapott, és ennek következtében a királyi család egyre népszerűtlenebbé vált. Amikor a politikusok népszerűek, a királyi család nem az. Ha a politikusok kevésbé kedveltek, a királyi család újra közkedvelt lesz. A fájdalomtól sújtott család, melyet nem kímélt a kritika, végül visszatért Londonba. Londonban voltam aznap, amikor Károly herceg, Vilmos és Harry hazaérkezett Skóciából. Azonnal a St. James palotába jöttek. Még jól emlékszem rá, hogy Harry bejött a konyhába, és felpattant egy székre az ablak mellett. Néztem a kisfiút, hogy hogyan kezeli az egész dolgot, ami még csak most veszi kezdetét, és mindazt, amin keresztül megy. De Harry nem tehette meg, hogy egyszerűen csak bámulja a tömeget. Károly, Vilmos és Harry a Kensington palotába ment. Meglátták a csokrokat, amiket ott hagytak a rajongók, és az érzései kiültek az arcukra. Teljesen összetört a szívük. Így utólag visszatekintve kissé kegyetlennek tűnik, hogy vissza kellett jönniük Londonba, és látniuk kellett azt a sok virágot, azt a hatalmas tömeget, akik kinyúltak értük, hogy hozzájuk érhessenek. William! William! Köszönjük szépen. Köszönöm. Rendkívül zavarba ejtő lehetett egy kisfiúnak, hogy neki kell kitölteni az emberek szívében tátongó űrt. Mások fájdalma is rázódult, miközben a sajátját talán el kellett nyomnia. Szerintem egész életüknek ezek lehettek a legnehezebb napjai, órái, percei. A 15 éves Vilmosnak és az alig 12 éves Harrynek a világ fürkésző tekintete előtt a királyi protokollnak megfelelően kellett eltemetnie az édesanyját. Mi lehet annál szörnyűbb, hogy az apád meg a nagyapád közli veled, hogy ne nézeges oldalra, lépj együtt velem, ne sírj, csak haladj. Szerintem szörnyű lehetett. Uralkodói körökben úgy tartják, hogy a magánélet fájdalmát ne teregessék ki a nyilvánosság előtt. És ők így tettek. Lehet, hogy belül ordítottak, és marta őket a fájdalom, mégis méltósággal viselték. Az emberek a mai napig nem értik, hogy voltak képesek erre. A Highgrove-ban voltam aznap este, amikor visszaértek a temetésről. Emlékszem, bejöttek a konyhába, és én egyszerűen megszólalni sem bírtam. Mit lehet ilyenkor mondani? Amikor megláttam a fiúkat, ösztönösen szerettem volna átölelni őket, de ez nem tűnt helyén valónak. Nem akartuk átlépni a határokat. Nagyon nehéz helyzet volt. Ott voltunk mellettük, hogy mindenben támogassuk őket, amiben csak tudjuk. A temetés napját egyikünk sem felejti el, és utána minden nap meg kellett tanulnunk élni az édesanyjuk nélkül, aki ilyen fontos szerepet játszott mindannyiunk életében. Harry egyszer azt mondta, senkinek nem lett volna szabad ilyesmire kényszerítenie egy gyereket. És ebben igaza van. Az érzések, melyeket aznap érzett, amikor az édesanyja koporsóját kísérte, 2 évtizeden keresztül maradtak eltemetve. Harry az apjához és a bátyjához fordult támaszért. Elsősorban a bátyjához, Vilmoshoz. Miközben a fiúk felcseperedtek, a családban uralkodó gyakori boldogtalanság miatt a testvérek kölcsönösen egymásban keresték a támogatást. Édesanyjuk halála után pedig még fokozottabban kapaszkodtak egymásba. A két fiút végül megkímélte a média, főleg az Eatonben töltött időszak alatt. Diana halálát követően megállapodás született a sajtó és a palota között, hogy amíg a fiúk iskolába járnak, a média békén hagyja őket. Harry 13 éves korában lett az exkluzív iskola diákja. Nem elég, hogy mindenféle hormonális változások zajlanak ebben a korban. Ráadásul Harry rendkívül szomorú is volt. Nem találta a helyét, nem tudta, hová tartozik, nem tudta, ki érez együtt vele. Majd 1999-ben az ifjú herceg élete hirtelen megint a feje tetejére állt, amikor apja felvállalta a kapcsolatát Camilla Parker Bowles-szal. Camilla was
Camillára úgy tekintettek, mint arra a nőre, aki feldúlta Károly herceg és Diana meseszerű kapcsolatát. Vagy egyszerűen a puszta jelenlétével tönkretette azt, mivel Diana szerint ő volt a harmadik személy a házasságukban. Harry valószínűleg sokat gyötrődött emiatt. Egyrészről szerette volna, ha az apja végre boldog, másrészről olyasmit érzett, amit a legtöbb gyerek is érezne az ő helyében. Nem veheted át anyám helyét, te nem vagy az anyám. Csak kapkodta a fejét, miközben az egész érzelmi folyamat komoly időt vett igénybe. Ez volt az az időszak, amiben Harry kamaszkori problémái gyökeret vertek. Harry komolyan inni kezdett, de szerintem ez egyfajta öngyógyítás volt nála. Nagyon nehéz időszakon ment keresztül. A fiatalkorú Harry rendszeres vendég volt a Rattlebone nevű kocsmában, amely apja otthona a Highgrove közelében van. Harry és Vilmos herceg elég gyakran bejárt hozzánk, amikor a kocsmában zenéltünk. Már egész jól ismertük Harryt, és az egyik kedvenc dala a Rocking All Over the World című számunk volt. Jó párszor felállt, és velünk együtt énekelte. Emlékszem, egyik este épp a dal felénél jártam, amikor Harry felállt, odajött a mikrofonom elé, előrehajolt és megpuszilt. Azon agyaltam, hogy ezt meg most miért csinálta. De hát egyszerűen ő ilyen volt. De a jó időknek egyszer vége szakad. Azt mondják, a herceg kanabit szívott ebben az épületben, melyet csak az Odu néven ismernek a környéken. Azonnal eltávolították a helyszínről, mert állítólag egy vita során szitta a francia séfet. A sajtó némasága véget ért. Harry a címlapra került. Kíváncsi lennék, ki állt akkoriban Harry mellett, hogy határokat és gátakat szabjon neki. Károly herceg? A királynő vagy a miniszterelnök? Ki volt az, aki közölte vele, hogy elég volt Harry, most túl messzire mentél? Harry leérettségizett, és 18 éves korában elhagyta az Eton-t. Komolyan aggódtak amiatt, hogy Harry elindul lefelé a lejtőn. Féltek, hogy az üveg alján, a drogokban vagy bármi másban talál vigasztalást, és egyszerűen eltűnik majd a királyi színpadról. A herceg valójában tényleg eltűnt. Több ezer kilométerrel arrébb Dél-Afrika távoli hegyei közé távozott. A palota szervezett egy utazást Lesothóba, ahol Harry éces árvákkal találkozott. Megismerte ezeket a gyerekeket, akikről teljesen megfeledkeztek, és ez a pillanat megváltoztatta az egész életét. Azt szeretném, ha az emberek Angliában segítenének az ittenieknek, és felismernék, hogy Lesothónak szüksége van a segítségre. Harry viszi tovább Diana munkáját. Ráadásul az anyjához hasonlóan ő is hamar képes kapcsolatot teremteni az emberekkel. Hatalmas empátiával rendelkezik, akár csak Diana. Az élmény tartós benyomást tett a hercegre, ezért visszatért, hogy felállítsa a Szentebáli jótékonysági intézményt. Ezzel lenyűgözte mindazokat, akik vele dolgoztak. Néhány évvel később visszamentem vele. Láttam, hogy viselkedik azon a helyen, milyen kedves a gyerekekkel. Őszintén azt kell mondjam, azon a helyen, azokkal a gyerekekkel teljes mértékben önzetlenül viselkedett. Harry mindent megtett, hogy több millió fontot gyűjtsön a HIV-fertőzött fiatalok és gyermekek számára. De 2004 után, amikor első leszotói látogatásáról hazatért, itthon már a sajtó várta. Bármikor, ha szórakozni ment, ha elment egy klubba, ha nem megfelelően öltözködött, vagy túl sokat ivott, azonnal megjelent, hogy tessék, ilyen Harry. Éjjel háromkor is vártak rá, ha ivott egyet-kettőt, vagy ötöt. Mindenhová követték, az autójához is. Kemény időszakot élt át. Úgy tekintett a fotósokra teljesen érthető módon, hogy az ilyen emberek zaklatták az édesanyját is, és valószínűleg ezek az emberek kergették a halálba. És a legrosszabb csak ezután jött. Harry egy horogkeresztes jelmezben jelent meg. Ezt a fiatal srácot, aki a buli kedvéért náci ruhába öltözött, hirtelen pellengérre állították. És még a képviselők is megkérdőjelezték, hogy mi keresni valója van a hadseregben, mi keresni valója van a királyi családban.
Ez Harry herceg története. A tékozló fiútól Anglia legnagyobb kincséig. Olyan eseményekben elmesélve, melyek meghatározták a herceg és az egész brit monarchia életét. 2005-ben 20 évesen az élete ismét keresztúthoz ért. Egy újabb jelentős királyi esemény volt hatással Harry életére. Károly és Camilla esküvője igen távol állt a tipikus uralkodói esküvőktől. Egyszerűen beállítottak a Windsori városházára, hogy polgári házasságot kössenek. Összesen talán 28 vendég vett rajta részt, és az egész nagyon visszafogott volt. Ez az egybekelés egy alkotmányos újdonságnak számított, mivel a történelemben most először fordult elő, hogy egy elvált trónörökös újra nősül. Ez annak a jele, hogy milyen messzire jutott a királyi család, és hogy a nemzet is hová fejlődött, hogy a válásszó immár nem számított káromkodásnak. Amikor 8. Edward király egy kétszeresen elvált nőt akart feleségül venni, lemondásra kényszerítették. A királynő ezúttal örömmel fogadta ezt a házasságot. A polgári szertartáson ugyan nem jelent meg, de a Szent György kápolnában, ahol áldást kértek a házasságra, igen. Ez az a hely, ahol Harry és Meghan is házasságot köt majd. Habár a ceremónia maga visszafogott volt, az esküvő hatalmas haladást ért el a közvéleménynél. A Diana halála után Károly volt a rossz fiú, Camilla pedig egy halvány utánzat. De mégis tulajdonképpen hamar, alig 8 év alatt elérték, hogy simán összeházasodhattak anélkül, hogy az emberek raboltak vagy fosztogattak volna az utcán. A tény, hogy Vilmos és Harry is jóváhagyta a házasságot, még jobban kiemelte az átalakulás tényét. Az arcukra volt írva, hogy teljes mértékben támogatják az esküvőt. Örültek apjuk boldogságának, hiszen nagyon szeretik őt, és örültek, hogy boldognak láthatják. Talán a tiszteletjele volt Károly, Vilmos és Harry között, hogy a fiúk is ott voltak és végigcsinálták. Károly és Camilla házassága előkészítette a talajt Harry és Meghan esküvője előtt. Immáron a szerelem jogos kritérium volt az uralkodói házasságokban is, és ez is jól mutatja, milyen messzire jutott a királyi család. De azzal, hogy apja újra megnősült, Harry megint tartozni akart valahová. Ezért 2005 májusában belépett a Sandhurst katonai akadémiára. Ez volt a hely, ahol Harry egy átlagember lett. Csak Harry volt, olyan, mint bárki más, és neki most erre volt szüksége, a szabályszerűségre. A katonaság mentette meg Harryt. Egy csomó mindent tanult. Megismerte a tekintélyt, az irányítást, a kommunikációs készséget. Mindent megtanítottak neki, és mint felnőtt csinálta végig az iskolát. Nagyon gyorsan felnőtt. És ezt jó volt látni. A Pimas duhaj fiúból egyszerre felnőtt férfi lett. 44 hétnyi fárasztó kiképzés után Harryből katonatiszt lett. A végzősök felvonulása a Sandhurstben az uralkodó jelenlétében zajlik, vagyis a királynő mindig részt vesz az ünnepségen. De ezúttal más volt, mivel Harry, mint végzős katonatiszt, nem tehetett róla, de képtelen volt eltitkolni, hogy mennyire örül, hogy ott állhat a nagymamája előtt. A Sandhurst megadta Harrynek azt a magabiztosságot, amire szüksége volt. Alig várta, hogy csatlakozzon az alakulatához a frontvonalon. A legkevésbé azt szeretném, ha a társaimat Irakba vagy máshová küldenék. Nekem meg otthon kellene maradnom, hogy malmozzak, és azon agyaljak, hogy mi lehet Daviddel vagy Derekkel. Egyértelmű volt, hogy részt akar venni a hadműveletekben, hiszen erre képezték ki. 2006-ra kész volt a terv, hogy Harry Irakba utazik az egységével, de aztán a kitelepítésével kapcsolatos hírek kiszivárogtak. Ennek eredményeképpen a lázadók bejelentették, hogy pénzjutalmat tűztek ki Harry herceg fejére. Számos különböző jellegű fenyegetést kaptunk. Volt, amit bejelentettünk, és volt, amit nem. De a legtöbbjének célpontjában Harry herceg állt. Végül arra a döntésre jutottunk, hogy nem éri meg ekkora kockázatot vállalni, és nem küldjük a frontra. A herceg persze rendkívül csalódott volt. Félő volt, hogy Harry herceg elhagyja a hadsereget csalódottságában, amiért nem tarthatott az egységével. Azt mondta, nem fogok otthon ülni. Ha nem hagyják, hogy a frontvonalon szolgáljak a társaimmal, akikkel együtt csináltam a kiképzést, akkor nem maradok.
Az volt a legnehezebb, hogy kitaláljam, hogyan állíthatom szolgálatba. Emiatt rendkívüli gyűlést hívtunk össze a Védelmi Minisztériumban, melyen a legnagyobb médiumok szerkesztői vettek részt. Vakmerő és átgondolt tervvel álltak elő. Harryt elküldték Afganisztánba, ám a brit média mélyen hallgatott az esetről. Mikor az a megállapodás született, hogy senki nem jelentett meg cikket Harryről, meg voltam győződve róla, hogy ez egyszerűen nem fog működni. Hazárd játékot játszottunk, hiszen a hír kiszivároghatott volna. Harry, mint Wells százados, különösebb kiváltságok nélkül a frontvonalra utazott az egységével. John Stilwell fotós egyike annak a pár kiválasztottnak, akik a harcok sűrűjében találták magukat a herceg mellett. Mindenki azt mondta, hogy 10 méterrel a föld alatt lesz, és nem engedik majd a felszínre jönni. De ahogy Kandahárba értünk, közölték, hogy azonnal megyünk a frontra. Alig 3-400 méterre az ellenséges táliboktól. Körbenéztem, és arra gondoltam, hogy ha valaki most felismeri, akkor egy orvlövész simán leszedheti. Vagyis veszélyben volt. Tényleg veszélyben volt. A vártal ellentétben a média csend kitartott. Otthon pedig a családnak kellett titokban tartania, hogy miért hiányzik Harry az uralkodói eseményekről. A királynő megtartotta a szokásos karácsonyi üzenetét. Beszélt az Afganisztánban és a világ más pontján szolgáló katonákról, de egy szóval sem említette, hogy jaj, és az én unokám is ott van. Ahogy Károly hercegnek is nagyon nehéz lehetett, amikor Afganisztánt megjárt katonákkal találkozott. Nem mondhatta nekik, hogy tudom, milyen ott a helyzet, mert a fiam is ott van a frontvonalon, és ő rendszeresen ír vagy telefonál. Egyszer a herceg különleges üzenetet kapott otthonról. Egyik alkalommal Vilmos herceggel beszélt, aki azt mondta, hogy anya büszke lenne rád, és ez nagyon sokat jelentett neki. Miközben a család a karácsonyi vacsorára készült, Harry azzal volt elfoglalva, hogy egyszer még utoljára találkozzon a pánőrnagy vezette Gurka ezred tagjaival. Harry herceg nagyon könnyen megtalálta a hangot a fiúkkal. Igen népszerű volt a gurkák között. Annyira furcsa, hogy itt vagyok. Nagyjából 4 napja nem fürödtem, és egy hete nem mostam ki a ruhámat. Az egész mégis teljesen normális dolognak tűnik. Több ezer kilométerre az otthonától Harry végre úgy érezte, tartozik valahová. Együtt alszunk, együtt edzünk, együtt harcolunk. Úgy növünk fel, mint egy nagy család, akik vigyáznak egymásra. Harry herceg egy volt közülünk. Abban az évben Harry herceg karácsonyi vacsorája kecskekári volt. Simán kérhetett volna kimenőt, de nem tette. Ott maradt karácsonyra is. És amíg a királynő a nemzethez beszélt, és mi pulykát ettünk, addig neki a társaival együtt kecskepörkölt volt a vacsora. Kér ebből még valaki? De a média csönd nem tart örökké. A külföldi sajtóban megjelent a hír, mire Harryt azonnal hazahozták. Harry herceg tisztában volt a körülményeivel. Mikor visszahívtuk, egy gin tonikot nyomtam a kezébe, mire ő azt mondta, az a baj, hogy nem egy sima, átlagos pasi vagyok. Nem tehetett meg bármit, amit a többiek. De ez az élmény megtörte a jeget Harry és az angol sajtó legjobbjai között. Köszönöm a brit sajtónak, amiért tartották a szájukat. Tudom, hogy a színfalak mögött rengeteget tettek, hogy semmi se szivárogjon ki, és ez nagyon kedves tőlük. Csalódottsága ellenére Harry mindent megtett, hogy visszatérjen a frontvonalra. Ezért Apache helikopterpilóta képzésre jelentkezett. Az egyik legjobb diák volt a csapatban. Igazi Top Gun, le a kalappal előtte. Ez hatalmasat lendített Harry önbizalmán. Most először rádöbbent, hogy van valami, amihez mindenkinél jobban ért. Ez igazi fordulópontot jelentett a számára. ...2011-ben olyasmi történt, amiből a világ első kézből láthatta, hogy Harry mennyire megváltozott. Vilmos herceg feleségül vette Kate Middletont, és Harry volt a bátyja tanúja. Az ünnepség ennél jobbkor nem is jöhetett volna. 2011-ben újraélték 1981-et. A pénzügyi válság után hatalmas visszaesést éltünk át. Szerintem mindenki úgy érezte, hogy Angliának valami frissítőre van szüksége. Mi lehetett jobb hangulatfokozó, mint hogy egy középosztálybeli lány hozzámegy a leendő királyhoz? Katalin nem az arisztokráciához tartozott. Ő és Vilmos egymásba szerettek, és akkoriban annak a generációnak ez már jelentett valamit.
A tény, hogy Vilmos herceg nem egy európai hercegnőt vett feleségül, hanem Berkshire rózsáját, két Middletont, jól mutatja, hogy a királyi család mennyire autonóm lett. Az uralkodóink immár nem adják áldásukat egy elrendezett házassághoz valami lóarcú német hercegnővel. És ezen a nagy színpadon Harry is magára talált. Nagy pillanat volt, amikor Vilmos herceg és Harry herceg ott állt egymás mellett. Kihúzták magukat, mert tudták, hogy a mennyasszony megérkezett. És Harry lenyűgözően festett az egyenruhában. Harry segített Vilmosnak túlélni azt a napot, ez kétségtelen. Segített neki megnyugodni, mosolyogni. Harry átalakulása a bohóc hercegből a királyi ékkőig már majdnem teljes. Majd 2014-ben új kalandra vállalkozott. Nem csinált titkot abból, hogy szeretné felkarolni a szolgálat közben megsérült nőket és férfiakat, akik a harcokból hazatérve nem számíthattak támogatásra. Amíg Afganisztánban szolgált, az Egyesült Királyságba való visszatérés ösztönözte. Volt két katona, akik nagyon csúnyán megsérültek, elveszítették a lábukat. Harry velük repült vissza a katonai gépen, és határozottan kijelentette, hogy nem ő, hanem ezek az emberek az igazi hős. Mély hatással voltak rá, mint emberi lényre. Tenni akart valamit a sérültekért. Ebből született meg az Invictus Games ötlete. Az Invictus Games egy nemzetközi multisport esemény, melynek célja, hogy a sérült katonákat ösztönözze és eloszlassa az előítéleteket. Jöjjenek el, találkozzanak velük, hallgassák meg a történetüket és tanuljanak belőlük. Tanuljanak mindegyikből. Ez belőle jön. Ő a háttérben meghúzódó hajtóerő. Az ő álma, melyet mi teremtünk meg. A hírnév csodálatos dolog. Ha jól használod, akkor olyan, mint egy szupererő. Harry pedig felismerte, hogy megvan benne ez az erő, és megfelelően tudja használni. Azoknak az embereknek, akik háttérbe szorítva érzik magukat, akik úgy érzik, hogy nem sokat érnek, rengeteget jelent, hogy jön egy ismert személy, mint Harry, megrázza a kezüket és megkérdezi, hogy hogy vannak. Édesanyjához hasonlóan Harry egy sokkal lazább uralkodói stílus tett magáévá, és az emberek ezt imádták. Egyes eseményeken ott volt a tömegben, ellopták a popcornját. Máskor meg a versenyzőkkel beszélgetett a színfalak mögött, vagy a barátokkal, a családtagokkal, vagy épp az önkéntesekkel. Mindenben benne volt, mindent megtett. 2015-ben, 10 év egyenruha után Harry herceg elhagyta a hadsereget. Megalapozta szerepét a világszínpadán, de a magánélete már más lapra tartozott. Szerintem Harry korábbi kapcsolatai, úgy mint Chelsea Davy, Cressida Bonász, azért nem működtek, mert a barátnők nem tudták kezelni a sajtó felhajtást. Más korábbi barátnői képtelenek voltak elfogadni, és Harry is képtelen volt szembeszállni a ténnyel, hogy ez egy teher. Harry védelmező alkat. Nagyon is védi a barátnőit. Azok számára, akik látták őt felnőni, a herceg magánya elviselhetetlen volt. Nagyon nehéz lehetett számára, mivel biztos voltak olyanok is, akik sokat jelentettek neki, de képtelenek voltak megbirkózni ezzel az élettel. Komoly aggodalmat jelentett, hogy sikerül-e találnia olyas valakit, aki képes kezelni ezt a fajta nyomást. Amikor a bátyja megállapodott és családot alapított, a figyelem Harry felé fordult, hogy kit választ. 2016. októberében megindultak a találgatások, amikor randevúzni kezdett Meghan Markle színésznővel. Egy 4 évtizeden át tartó nehéz utazás után, 3 esküvőn és 1 temetésen túl, Harry herceg az elveszett kisfiúból háborús hőssé nőtte ki magát, és úgy tűnik belenőtt uralkodói szerepkörébe. Harry komoly érzelmi utazáson ment keresztül. Benőtt végre a fejelágya. Elmenekült a felelősség elől, hogy aztán a királyi család legbecsesebb tagja legyen. Imádjuk, mivel látszik, hogy Harry mindig is igazi herceg volt. Más fiatal emberekhez hasonlóan megküzdött azért, hogy megtalálja a maga útját. Harry herceg egy vakrandin ismerte meg Meghan Markle-t 2016 nyarán.
Azt hiszem, mindenki egy szőke szépséget várt megint az anyaországból. Megan okos, független és saját erejéből lett sikeres. Én örülök neki, hogy amerikai lány. Túl van egy válláson, és egy feldúlt családból érkezett. Kevert afrikai származással rendelkezik, tulajdonképpen egy fekete nő. Tökéletesen illik a mai viszonyokhoz. De a média lelkesedése nagyon gyorsan átlépett egy határ. Őrült tülekedés vette kezdetét, amikor kiderült, hogy Harry Herceg egy félvér amerikai színésznővel randevúzik, aki ráadásul egyszer már elvált. A sajtó ott lógott Megan házán, a pázsiton vertek tábort, és mindenhová követték. Rendkívül kellemetlen volt. Megant borzasztó, rasszista támadások érték. A közösségi médiában csúnya trollkodás indult ellene. Mivel Harry attól félt, hogy a média megint tönkreteszi a kapcsolatát, ezért szokatlan lépésre szánta el magát. Azt követelte, hogy a média lépjen hátrébb. Harry, Meghan Markle sajtó megjelenéséről és sajtóvízhangjáról tett nyilatkozata a Kensington palotában lenyűgöző volt. A nyilatkozat szerint egyes beszámolók átlépték a zaklatás határát a túlzó rasszista megjegyzéseikkel. Védeni akarja azt a nőt, akit szeret. Nagyon szomorú, hogy saját életéből, saját tapasztalatból tudja, látta, hogy az édesanyját is hogyan üldözte a sajtó. Mondhatjuk, hogy túlérzékeny lett, de ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy miért nem húzza meg a vonalat, és mondja, hogy eddig lehet jönni, és ezt a vonalat nem léphetitek át. Igen, meglepő döntés volt, de ugyanakkor szerintem a legtöbb ember egyetértett vele. Úgy tűnik, a levél elérte a kívánt hatást. A pár szerelme a nyilvánosságtól távol kivirágzott. Készült a párról néhány nem hivatalos kép, egy gyors csók egy lovas póló meccsen, vagy amint színházba mennek Londonban. Már mindenki készen állt rá, hogy végre nyilvánosság elé álljanak. Azt hiszem, az emberek nagyon várták a hivatalos pillanatot. És nem is kellett sokáig várnunk. 2017. szeptemberében a pár először jelent meg hivatalosan Torontóban az Invictus Games-en. Csodálatos pillanat volt. Nagyon lazák voltak együtt, farmert viseltek. Megönön szakadt farmer volt. Olyasmi, amit soha többé nem láthatunk majd a királyi találkozók alkalmával. Az apró meghitt pillanatok, az, ahogy egymás társaságában viselkednek, ahogy egymásra néznek. Én romantikus alkat vagyok, imádom a love story-kat, és szerintem ez mind nagyon megható. Rivalda fényben és a mögött töltött 18 hónap után a pár bejelentette az eljegyzést. Hatalmas meglepetés volt. Nagyon édes és természetes és romantikus. Féltérdre ereszkedett. Annyira megható volt. Megan hozzáért, belenézett a szemébe. Látszik, mennyire törődnek egymással, és nagyon gyengébbnek tűntek. Nagyon jó volt ezt látni. Nagyon szép pillanat volt. Kettesben voltunk, és azt hiszem, tényleg sikerült meglepnem. Igen. Látszik, hogy Harry és Meghan a saját stílusukban intézik az uralkodói dolgokat. Számomra ők egy modern, fiatal párt alkotnak. Nottinghamben az AIDS elleni világnapon a fiatal pár első hivatalos megjelenésén kiderült, hogy a nyilvánosság is beleszeretett Meghanbe. Életében először Harrynek olyan barátnője van, aki nem hibáztatja azért, ha ő is Rivalda fénybe kerül. A mosolyából látszik, hogy imádja és teljesen oda van érte. Larry róla, hogy ő a megfelelő ember mellette. Szerintem Megan tündérporral jött. Hozzá van szokva, hogy kamerák figyelik, hogy az emberekkel beszéljen, hogy sztár legyen. Megan csatlakozik Harryhez a herceg szívének fontos célokért, mint például a Heads Together Charity, melyet azért hoztak létre, hogy segítsenek a herceghez hasonló embereknek, akik mentális problémával küzdenek. Ki ne figyelne a hercegre, ha azt mondja, nekem is gondjaim voltak, meséljek róla? Mindenki odafigyel rá. Harry előlépett és nyíltan beszélt a problémáiról. Bevallotta, hogy mentális gondokkal küzdött. Még soha nem történt eddig ilyesmi, hogy a királyi család egy tagja ennyire nyíltan és őszintén beszélt volna magáról.
Május 19-én, amikor Harry és Meghan házasságot köt a Windsori kastély Szent György kápolnájában, akkor egy rendkívül érzelmes utazás ér véget. Amikor Károly feleségül vette Lady Diana Spencert, az arisztokrácia tagját, minden az elvárásoknak megfelelően zajlott. Károly és Camilla esküvője megnyitotta az ajtót Harry és Meghan előtt, hogy azzal házasodjanak össze, akivel akarnak. Amikor Vilmos feleségül vette Kétet, már teljesen más volt a helyzet, mivel ő egy középosztálybeli lányt vett el. És most még tovább mennek. Harry Meghant veszi el. Egy elvált amerikai félvérnőt. Egy színésznőt, ami egykor még teljesen elképzelhetetlen lett volna. Harry egész viselkedése megváltozott, mióta együtt van Meghannel. Látszik rajta, hogy milyen izgatott. Nagyon boldogok, köszönjük. Jó lesz látni Harryt az esküvő napján. Látni, hogy az arca felragyog, ahogy felnéz majd az égre. Biztos, hogy felnéz majd, és magában azt mondja, megcsináltam, anya. És Diana büszke lesz rá, nagyon büszke. Ettől lesz olyan különleges.